Vád Óti Mikó Kriszta a mai vendégem, aki coachként tevékenykedik, és az előbb egy másodperccel árulta nekem azt is, hogy bizony volt ő a kamera túlsó oldalán, szerkesztőként tevékenykedett. Már másodszor találkozunk Krisztával, de ez egy új információ, és én abban bízom, hogy lesz még ezekből sok-sok-sok a mai nap folyamán, a mai beszélgetésünk alkalmával. Kicsit megkomolyodva, ugye a narcisztikus férfiak a témánk, és biztosan lehet egy hölgy is narcisztikus, de azért ebből a szegmensből több van a férfiak közül. Tehát több narcisztikus ismerünk férfiként, mint ahány hölgyet. Igen. Szerintem kezdjük azzal, hogy ne sértődjenek meg az urak, hogy miért alakult ki ez így. Igen, ugye itt elsősorban, akiben ez a személyiség zavar ki tud alakulni, ott az édesanyával való kapcsolatban történt valami, nagyon korán valami nagyon nagy hiba, és nyilván férfiakra ez sokkal nagyobb hatással van. Az édesanyjuk. Tulajdonképpen ennél több magyarázatra még a nagy pszichiáterek sem jutottak, úgyhogy sajnos ez korunkban egyre inkább terjed, vagy inkább én azt mondom, hogy vesszük észre. Vagy vesszük észre, erre gondoltam is, igen, tehát hogy annyira fejlett már a pszichológia, a pszichiátria, meg egyáltalán annyira nyitottak lettünk így, hogy érzékenyebbek lettünk, vagy kimerjük mondani, vagy merünk róla beszélni, hogy ez a felszínre tud kerülni. Talán ez a jó megoldás, hogy akkor most már így bátrabban fölmerjük vállalni, hogyha mondjuk a mi párunk narcisztikus. Hogyan ismerhetjük föl, hogy egy narcisztikussal sikerült összekötni az életünket? Én is ezért mentem föl a különböző közösségi média oldalakra. Saját tapasztalat is van, de igazából felismerni, tényleg, amikor az ember azt érzi, hogy nem lehet a párja mellett, de egyébként munkahelyen is lehet narcisztikus a főnök, vagy éppen a főnök, legrosszabb esetben a főnök, hogyha mondjuk több van belőlük. Így van, nagyon jellemző, mert ők nagyon jó főnökök egyébként, mert érzelemmentes döntéseket tudnak hozni, tehát mondjuk cégvezetés szempontjából ideális vezetők, és itt pont a lényeg az érzelemmentesség, tehát amiből lesz felismerhető első körben, hogy az ember gyanús lehet, hogy narcisztikus mellett él vagy dolgozik, az, hogy nincs empátia, nem érez együtt, és mintha nem lennének érzései. Tulajdonképpen ez fogalmazódik meg az emberben. Én eddig azt hittem, hogy a narcisztikus egy picit azért, hogy nem is picit, de hogy önző. Tehát ez a fajta önzés, az egoizmus azért megvan benne, mint érzelem. Vagy nem erre, ez egy másik, amiről, tehát másról beszélünk, mi most ketten. Így van, de szerintem nagyon szakember, köszönöm. Vagy én meg laikus. Igen, de nagyon jó a kérdés, és nagyon köszönöm, mert szerintem a lényegre tapintottál rá, hogy tulajdonképpen cseppet sincs szó egyébként amúgy önértékelésről. Éppen az önbecsülésével, az önértékelésével van neki a gondja, ő saját magát senkinek és semmire nem tartja. Tényleg? Én azt hittem, hogy ő neki annyira nagy az önbizalom, hogy onnan arról a magas lóról morzsol össze bennünket, igen. Egyszerű halandókat, hogy onnan van az ereje, hogy ő annyira bízik önmagába, akkor éppen azt akarja titkolni, rejtegetni előlünk. Ez egy állarc. Értem. Ez egy állarc, és akiről te beszélsz, az a grandiózus, ugye akik a tankönyvé, meg a diagnosztizálható, viszont amit én látok most nagyon feljövőben, az a rejtett, a sérülékeny narcisztikus, aki még csak ez se. Tehát még ezért ennél is nehezebben észrevehető, hogy hú, ez a paridegáz. Akkor hogyan még, és milyen jelek utalnak hosszú, erre? Hosszú idő az, amire az ember rájön, hogy ha önmagam vagyok, vagy ha kimondom, hogy valamit nem jól csinál, kritikát nagyon nehezen viseli, megsértődik. Rájuk nagyon jellemző a csendelverés, amikor ugye akár napokig nem szólnak hozzád, mert te azt mondtad, hogy drágám, hát a sótartót tudod nagyon jó, hogy nem ott tartjuk, és akkor ezt rögtön szégyenérzet megerősödik. Ez egy akkora nagy dolog az ő szemében, a csenddel büntetni kell. Igen, hogy ilyet akkor létszi többet nem, mert ha megint, hát akkor drágám, 3 napig nem beszélünk. Tehát tud a következményeket. Úgyhogy azért mondom, hogy tényleg a sérülékeny narcisztikusnak is szokták hívni, én jobban szeretem a rejtetet, mert maga a megnyilvánulás az a rejtett módja. Ahogy még szoktam érzékeltetni a klienseimmel, hogy mi a grandiózus meg a rejtett között a különbség, a grandiózus az a buli király. Tehát ő az, aki elmész fel egy buliba, és az asztalon táncol, és így eléri, hogy mindenki, minden szempár rászegeződik. Neki kedveje szeresse, ugye, vagy akkor hívja legközelebb is a buliban, mert hogy ő nélküle nincsen jó buli. Pontosan, ő a középpont, de a buli gyilkos. Ő is narcisztikus, aki ül a sarokban. Miért figyel rá mindenki? Miért nem érzed jól magad? Valami, mi a baj, nem, mit segíthetek? Hozzunk valami. Eléri ő is, hogy mindenki vele foglalkozik, csak más a módja. Ez a különbség, de mind a kettő narcisztikus.
És hogyha rájövünk arra, hogy egy narcisztikust mondjuk is szeretünk, akár szerelemmel szeretünk, mert előfordulhatnak ilyen balesetek, akkor mi a teendő? Nekem magamnak kell kigyógyulnom, úgymond kiszeretnem belőle, vagy pedig van rám mód, hogy őket megjavítsuk. Megint nagyon nő, mit mond, bármilyen is, bármilyen is a párja, akár veri, akár alkoholista, akár drogos, akármicsoda, majd én megmutatom, majd a szerelem erejével, majd az én kedvemérő meg fog változni. Van ilyen egy narcisztikus esetében, de valóban le tudja küzdeni ezt a fajta problémakört, lelki problémakört? Igen, én erre azt szoktam mondani, hogy nem lehet jóra szeretni a narcisztikust. Nem lehet. Tehát akármennyire szeretjük, és ugye nagyon gyakran a partnerben ott van egy ilyen megmentő szándék. Hogy nincs érzelem, tehát hogy nem tudsz rá érzelemmel hatni. Nem tudsz rá érzelemmel hatni, illetve neki nincs önreflexióra, tehát ő nem lát rá saját magára, ugye ez nem egy betegség. Ha beteg vagyok, akkor azt mondom, hogy hú, érzem, hogy beteg vagyok, van rá gyógyszer, meggyógyít az orvos. Ő szerinte ő úgy van jól, így. Úgy tökéletes, igen. Ahogy. Igen, csak azt nem érti, hogy a környezetében miért megy mindenki tönkre? Érdekes. Hát itt mindenki pszichológushoz jár. Mindenki bolond, én vagyok egyedül jól és egészséges, hát tessék rólam példát venni. Igen, tehát nincs önreflexió, nem lát rá saját magára innentől kezdve, hát elég nehéz a javulás. Egyébként az utóbbi időben megszaporodtak a narcisztikus kliensek, tehát akik az úgy jelentkeznek. Az egy jó hír, ugye? Az már egy nagyon igen, jó hír. Igen, de igen. Akkor mit tudsz velük kezdeni, hogyha nem lehet javulásra bírni őket? Mi a te módszered? Igen. Ez egy személyiségzavar, tehát 1-10-ig. Az se jó, ha egyes vagy, mert akkor azt jelenti, hogy szinte nem is vagy életképes, hát hiszen nincsenek benned önfeltartó, önmegtartó reakciók. Azt mondjuk, hogy egyessel könnyedén elmesz, már holnapra gyógyulnak. Nem, az annyira kódependens és annyira alkalmazkodik, hogy teljesen lemond saját magáról. És akkor az 5-ös, 6-os az úgy az egészséges, és akkor 7-esnél kezdődik el. Én azt szoktam mondani, hogy a 7-es, 8-as az egy ilyen személyiségszerveződés, egy narcisztikus személyiségszerveződés, tehát még nem beszélhetünk kifejezetten személyiségzavarról, mert a személyiségzavar az nem gyógyítható, mert nem betegség. Gyógyszeddel sem? Vagy hogyan? Mert régen voltak ezek az elektrosokok, majd kivették ugye itt az első homloklebenyt, és aztán lett, ami lett. Nem, itt azt kell elgondolni, hogy ugye volt a kisbaba, megszületett nem narcisztikusnak, senki sem születik annak, van, aki azt gondolja, hogy ez genetikai, nem genetikai maximum, ha az apám az, akkor nyilván könnyebb leszek, az már másolom. De megszületik egészségesen, és akkor 0-2 éves korig, ha az édesanyjától nem kapja meg az igazi, meleg, elfogadó, és ami még nagyon fontos, visszavehetetlen szeretetet. Tehát, hogyha az anya folyamatosan azt mutatja, hogy feltétel nélkül szeretlek, és az én szeretem nem fogy el, akkor a gyerkőc egészségesen fejlődik. Igen, nem, de mi van akkor, ha anya elérhetetlen, akár fizikailag, mert beteg, külföldre megy, beadja a gyereket, nem tudom, vagy ami még rosszabb, lelkileg elérhetetlen. Fizikailag ott van, ellát, etet, gondoz, sőt, átjön a szomszédnéni, akkor még mosolyog is, és azt mondja, Petike, ugye mi hogy szeretjük? Megy ez a fajta kirakat játék. Na akkor a narcisztikussá váló kisgyerek azt mondja, hogy huha, hát itt nekem valami nem stimmel. Anyámról nem érzem, hogy szeret, de tökre úgy csinál, mintha szeretne. Na jó, én itt semmit nem értek, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor leválasztom magamat az érzéseimről. Félreteszem, nem akarok érezni, mert ez egy káosz. De hogy azt mondod, hogy 2 éves kor előtt történnek ezek a dolgok. Ez ilyen ugyanakkor nagyon furán, hogy azt mondjátok, ti pszichológusok, kócsok, pszichiáterek, hogy nem emlékszünk a 2 éves korunk előtti dologra, de ez mégis annyira mély lenyomatot valahol a lelkünkben, a tudatunkban, hogy hat és működik. Igen. És ráadásul ennyire az érzelmeit, elfordítja a lelkünket. Értem. Pontosan. Hát rendkívül fontos az, anyukák, apukák, hogy az első másodperctől kezdve tessék szeretni azt a gyermeket. Igen, visszavonhatatlanul. Mert hogy emlékszik, tehát nem jó az, hogy az úgyse fog rá emlékezni. Vagy pofon, úgyis elfelejti, mert hogy éppen, hogy nem. Pontosan. Ugye, bocsánat, nagyon sarkosan fogalmaztam, de hogy azért értsük. Ilyen is van, így van. Tehát, hogyha nincs meleg szeretet, vagy az a szeretet el van hazudva, nem valódi, akkor jó eséllyel lesz narcisztikus a gyermekünk. Itt még nagyon képbe tud jönni, ha van egy nagymama, van egy édesapa, aki próbálja, tehát, hogy azért nem menthetetlen, de igazából bárhol visszanézzük. Tehát, hogyha ez tényleg ott ideje korán elromlik, akkor nagyon nehéz rajta. Tehát a Bánki György, ugye, aki írta a nagyszerű könyvét, a legnagyszerűbb könyv a narcizmusról, ő maga pszichiáter, és ő mondja, hogy évek van, aki 10 évig jár hozzá terápiára, és nem tudnak változást igazából elérni. Tehát abba reménykedni, hogy majd megváltozik, vagy majd jó lesz. De ki az, aki jár? Tehát maga a narcisztikus jár 10 évig terápiára, de én azt gondolom laikusként, nem győzem ezt hangsúlyozni, hogy laikusként, hogy az már egy hatalmas eredmény, hogyha belátja, hogy nála valami nincs rendben, igen. És elmegy
megy a terápiára. Igen. Viszont ez egy borzasztó elkeserítő, és akkor minek menjen, hogy úgyse tudtok rajta segíteni, hogy azt mondod, hogy de nem lehet segíteni. Aki akkor már mi az, amit eljön. El lehet érni eredményként? Uh-huh. Igen, viselkedést megváltoztatni. Tehát, hogy igazából én ilyen tanítani neki akkor azt, hogy akkor hogyan, tehát a másik mit érez, tehát megmutatni neki, hogy ennek nincs érzelme, de a másiknak viszont van, igen. És neki az fáj, amit te teszel, pontosan. És mivel ezt szereted, vagy nem tudom akkor, hogy miért kell elfogadni azt a másikat neki. Mert valamiért odajött. Nekem mindig és az első, fontos lesz pontosan, neki. Első kérdés minden új kliensnél, min szeretnél változtatni? Meg tudják fogalmazni? Nem. Ki az, aki oda viszi hozzád? Ő maga, tehát magát viszi oda, vagy pedig a párja, az a szerető nő, aki szeretné, hogyha meggyógyulna, amikor már belátja azt a hölgy, hogy ő ehhez kevés, hogy ezt meg tudja változtatni, de még mindig van annyi szeretet, hogy segíteni akar. Igen, azt én nem szeretem, hogyha valakit hoznak, vagy valakit küldenek. Az nem lesz szerencsés, nem lesz sikeres. Nem, tehát már az indulás, az már nem egy önelhatározásból jön. Amikor magától jön narcisztikus, akkor tényleg belőjük, hogy nagyjából mennyire mesél a saját reakcióiról, a párjával való kapcsolatáról, és akkor megpróbálunk itt a viselkedésen igazából változtatni. Nagyon mást nem lehet, de ha elérjük, akkor az azért egy elég komoly siker. Mert sokszor szempont, hogy de szeretem, sokszor szempont, hogy közös gyerek, anyagiak, bármi lehet szempont, amiért hát nekünk nem. Együtt kell. Éppen ezt akartam most megkérdezni, hogy miért maradunk benne egy ilyen nagyon fura narcisztikus kapcsolatban másik félként, akit kihasználnak, nem kapom meg azt a fajta érzelmi támogatást, sőt éppen ellenkezőleg, de akkor hogy miért marad benned, akkor nyilván akkor már megvan a gyerek, vagy egy anyagi biztonság. A másik az szintén egy traumatikus gyerekkor. Tehát, hogy, és ők a sérüléseik mentén. Hogyan választok egy narcisztikust? Akkor bocs, akkor kezdjük akkor innen. Hogyan jövök én össze egy ilyen narcisztikussal úgy, hogy azzal akár családot is alapítsak, hiszen igen. Valahol már ki kell, hogy lógjon, úgymond a lóláb, vagyis hogy azt, hogy akkor valami nem stimmel. Igen, ugye a szerelem bombázás, ami mindegyik narcisztikus kapcsolat ilyen szakaszokra hozható. Az első szakasz úgy hívjuk, hogy szerelem bombázás, az a love bombing, amikor minden jó. Akkor utána a narcisztikus ugye szereti ezt a dinamikát, tehát ő fönt a partnere lent. Amikor a love bombing hatására a partner is azt mondja, jó, hát akkor mi most azért, hogy hú, narcisztikus elkezd aggódni, és azt mondja, na jó, én most gyorsan leértékellek, mert ez így nekem nem jó, hogy te ide följöttél, majd jön az eldobás, de utána megjön a szerelembombázás, tehát egy ilyen hullámzó kapcsolat. Én féken tartjuk ezzel a másikat, pontosan, hogy nem engedlek el, de nem is engedlek túl közel magamhoz, így van, nehogy elbíz magad, aztán még a végén jobb leszel nálam. Itt mindig a gyerekkorban van a probléma, tehát az a legnehezebb kliensem, aki jön, kiderül narcisztikus párkapcsolatban él, és mikor a saját gyerekkoráról kérdezem, hogy milyen volt, azt mondja, Krisztina, nekem csodálatos gyerekom volt, nem is kell róla beszélni, a lehető legjobb fej apám van, anyám, minden tök jó. Nem, akkor én nekem nagyon nehéz a helyzetem, mert tudom, hogy ebből a kliensből elő kell bogarásznom, mert minden nem stimmelhet, mert akkor nem tudna egy narcisztikus mellett élni, tehát biztos, hogy van a képben valószínűleg egy elérhetetlen apa, aki vagy azért volt elérhetetlen, mert egész életében nem tudom, én kamionozott, és egy hónapban egy hétvégére jött haza, vagy ott volt, de nem tudtam elérni. Valamint ismerős ez a hullámzó hangulat a családon akkor belül. Ez lesz megszokott ismerős, és pontosan. Erre vágyom, akkor a saját életemben is akár tudat alatt is kialakítani? Így van. Még ha gyerekként... Akkor minden kettőjükkel kell, hogy dolgozz. Igen. Ahhoz, hogy ez valamilyen szinten is megoldódjon. Igen. Itt nagyon fontos, ugye amikor barátnőként látjuk, hogy mondjuk a barátnőnk egy ilyen kapcsolatba vergődik, mindenáron meg akarjuk szabadítani. Miért akarjuk? Mert szeretjük. Tehát aki magát benne tartja egy ilyen kapcsolatban, az vélhetően nem szereti saját és magát. És mit fog szólni, ha a barátnő szól egy ilyet, hogy akkor ne haragudj, de én nagyon szeretlek, nagyon jó barátom vagy, hosszú idő óta tart a baráti kapcsolatunk. Kérlek, engedd, hogy segítsünk. El fogja taszítani azt a barátot magától, hogyha ő ennyire benne van ebben a fajta narcisztikus kapcsolatban. Hát a hírhozó mindig a lehető legrosszabb, aki hozza a hírt. Aki hozza a hírt, vagy azt mondja, hogy te nekem ilyen hülyeségeket nem mondjál. Ugye a kérdés az, hogy éppen... Hogy hárít, hogy ilyen hárít, nincs, rosszul látod. De ugye a hullámzó dinamikában, hogy éppen hol beszélek a barátnővel, mert amikor éppen ő leértékelésben van, amikor éppen ő nem tudja, hogy miért, de tegnap még itt volt, és most pott leesett a piedesztáról, és itt van lent, nem tudja miért, sose tudja, hogy miért. Nem csinált semmi rosszat. Ha itt beszélgetünk a barátnővel, akkor lehet, hogy megérti. De amikor éppen itt van fönn, akkor azt mondja, hogy volt kliensem, aki eljött, és elmondta, hogy milyen bántalmazó, még fizikai abúzus is volt a kapcsolatban. Egy hét múlva eljött, és láttam, hogy furcsa, zavart. Leült, kérdeztem, hogy mi a baj, és azt mondta, hogy mindegy, Krisztina, most eljöttem, mert be volt írva ez az időpont.
De igazából nekem nincsen semmi baj. Annyira férjem, tegnap is csokor rózsával jött, elmentünk vacsorázni, és igazából mindenre van, nagyon szépen köszönöm a munkát. Aztán majd két hét múlva megint eljön, hogy... tehát ugye a dinamika az nagyon-nagyon megfigyelhető. Ez borzasztó, meg türelem kell. Igen. Nyilván fel kell készülni, akkor ebből a fajta problémából, ebből a lelkisérülésből, és te magad hogyan tudsz velük együttműködni, együtt dolgozni, hiszen nyilván ez téged is megvisel valahol, tehát mennyire tudod magad kívül tartani, igen, vagy honnan jött ez a fajta igény, hogy akkor te nekik szeretnél segíteni? Azt láttam, hogy ez egy nagyon nagy probléma, tehát még az olyan kliensem is, aki munkahelyi kiégés, így hívott föl, hogy azzal kapcsolatban keresne meg, derült ki, hogy amúgy narcisztikus párkapcsolatban él. És ezzel nagyon sok rossz tartalmat láttam az interneten. De amikor te ezt megjegyzed, vagy valahogyan próbáld nyilván rendkívül finoman és rávezető módon a tudomására hozni, hajlandó elhinni neked, vagy akkor te leszel az a hozzá nem értő szakember, akit köszönni szépen, akkor inkább megy máshoz, ahol majd azt hallja, amit ő valóban szeretne hallani. Nem, inkább azt szoktam mondani, hogy amikor így kimondom a kliensnek, bár ugye mindig elmondom, hogy távol lévőt nem diagnosztizálok, tehát nincs itt a pár. Nagyon nehéz ugye rátenni a plecsnit, a címkét, hogy narcisztikus. De azért nyilván, ahogy elmesél dolgokat a kettő kapcsolatáról, ott azért tudok következtetni, és inkább azt mondom, hogy általában, mint amikor a sötét szobába felkapcsolják a lámpát. Haj, de jó, akkor most már tudom, mi a baj. Megvan a diagnózis, akkor nem mehetünk tovább. Mert amúgy a narcisztikus partnere pont ez, amiért lepottyan a piedesztáról. Aztán fölkerül, azt se tudja, miért pottyant le, azt se tudja, miért került föl. Ezért saját magában keresi a hibát. Biztos én csináltam valamit rosszul. És ezért nagyon feloldozó számukra, amikor kiderül, hogy ők mibe is vannak benne. Tehát sokkal inkább ezt látom, hogy nem hogy ő a hiba forrása, hanem ő az elszenvedője, és hogy van-e megoldás. Ugye a következő kérdés az lenne, azt gondolom logikusan, hogy vajon van-e megoldás, Krisztina? Mi az, amit tudsz nekik ilyenkor ígérni? Tehát mi az a mentőöv, amit föl tudsz kínálni? Az önelfogadást és az önmegszeretést. És utána egyenes lesz az út. Tehát aki szereti magát, az nem fog egy ilyen kapcsolatban létezni. Tehát, de hát nagyon nehéz, hogyha van gyermek, hogyha van gazdasági kötődés, hogyha ott van egy külső kirakat világ, ahol én ott egy szerető feleség vagyok, van egy párom, ezt el tudom mondani a barátnőmnek, hogy az én férjem, az én gyermekeim apja, mutatunk valamit, amire mindenki vágyik és áhítozzék, akkor nagyon nehéz onnan azt mondani, hogy bocs, nem volt minden rendben, és akkor inkább leszek egyedül, olyan leszek mondjuk elvált feleség, vagy akármicsoda, de hogy szeretnék kilépni. Ez egy nem narcisztikus kapcsolatban is borzasztó nehéz megtenni, hogy ezt a kirakatot földúlva, fölrúgva, én a valóságot választom, az álomvilágom helyett. Igen, ilyenkor ez egy viccet szoktam mesélni, bár ugye nyilván nem vicces a téma, de most azért, hogy egy picit tanulságos, amikor két székely emberül a konyhába, és isszák a pálinkát, és ott fekszik a kutya a kemence előtt, aki néha fájdalmasan felnyűszít, és megkérdezi a szomszéd, hogy hát te miért vinnyog ez a kutya, mi baja van? Belefeküdt egy szögbe. Hát azt kérdezi a szomszéd, miért nem fekszik arrébb? Hát mert nem fáj neki eléggé. Tehát ugye majd, amikor már eléggé fáj, akkor jön el hozzám egyébként, ez tipikus, de még lehet, hogy kell neki, hogy begyűjtsön néhány fájdalmat, lehet, hogy elköltözik, visszamegy, elválok, nem válok, hogy még nem elég. Csináljuk, hogy még nem elég, és amikor egyszer csak jön ez a pillanat, akkor odébb fog feküdni. Hogy ez mikor jön el, ez nagyon ebben nehéz. Ebben tudsz segíteni, vagy ezt tudod-e gyorsítani esetleg, ezt a fajta az, hogy felismerést? Igen, a felismerést pontosan, hogy lásson tisztán, hogy mibe van, és lássa azt is, hogy változásra, javulásra nem sok esély van. Mondod, hogy egyre többen vannak így ezzel a problémával együtt élők, és hogyha őket ez nem zavarja, ha őket ez nem bántja, akkor mégis mi a kiút, mi a megoldás? Hát hogy hogyan lehet akkor ebből valahogyan szabadulni? Igen. Ezt hogyan tudod akkor ezt így kezelni, hogy igaziból ez most nyilván nevessenek meg azok, akik ugye az onkológiai, tehát rákhoz hasonlítom, de ott is nagyon-nagyon nehéz a gyógyulási folyamat, és azt tudnak mondani az orvosok, hogy a holisztikus gyógyításnak a mondása, hogy egybe kell kezelni a testet, a lelket, és hogyha a páciens hisz a gyógyulásban, az rendkívül megkönnyíti a folyamatot, hogy valóban sikeres legyen. A te esetedben, illetve nem a te esetedben, hanem a te páciensed esetében,
Hogyan tud ez lezajlani? Ott is nagyon fontos, ha lát egy jövőképet. Tehát, hogyha a jövőt nem úgy látja, hogy úristen, ha nincs mellette a narcisztikus, akkor nekem vége a világnak. Hát, hol fogok lakni, mit fogok? Tehát, ha ez ilyen nagyon sötét, nagyon káoszos jövő van. A narcisztikus az azért féken is tartja, tehát nem szereti, hogyha dolgozik a párja, hogyha önálló, ha sikeres élete van, hogyha önálló egzisztenciája van. Hát, ezért ez mind arra utal, hogy akkor ő ne is akarjon elmenni, pontosan. Mert hogy nem láthatja a jövőképet, mert neki a jövője az a narcisztikusban van, hiszen ez van. A narcisztikus így alakította ki. Pontosan, maradj itthon, drágám, neked éppen elég a gyerekekkel foglalkozni, nem kell dolgoznod, és ez ugye milyen úrinős, milyen jó ötletnek tűnik. Hát hány fiatal lánynak az álma, amit most itt elmondtál, ugye? Pontosan. Nem csak ezért, amúgy is egyébként édesanyákat is szoktam kócsolni, és mindig nagyon fontosnak tartom az, hogy a munkavilágában megmaradni, és nem a pénzért, mert nagyon sok esetben nincs rá szükség. De valóban, igen, olyan esetekben is tudtam már segíteni, ahol mondjuk 20 év kimaradt a munkavilágából, megtalálta a saját útját a hölgy, és megtalálta a megélhetést. Nagyon érdekes egyébként, hogy annyian ilyen narratívákban élünk, tényleg, hogy hát ez meg ez, az nem lehet, mert, és ezt ugye el is hiszi. Múltkor volt egy hölgy kliensem, és mondta, hogy de Krisztina, hát én nekem senki nincsen, aki segítsen. Oké. Én? Ki vagyok én, hogy ne fogadjam el a kliens állítását? Elfogadom készséggel. Ott voltál, hiszen neked mondta, és azért mondta, hogy segíts. Így van. Én egy dolgot kértem a klienstől. Tegyük a mondat elejére azt a szót, hogy biztos, és a mondat végére egy kérdőjelet. A mondat most már így hangzik, nekem biztos senki nincs, aki segítsen? Hát végül is a szomszédnő múltkor átjött és vigyázott, hogy aha, tehát van már egy szomszédnő, fölírjuk, mint erőforrás. A nővérem is nyáron azért két, aha, tehát van egy nővér is. Uh-huh. Tehát már mindjárt nem igaz az állítás. És annyira más, hogy tudják elkezdeni szemlélni az életet, egyáltalán a lehetőségeiket abban a pillanatban, hogy lekerül egy ilyen, nem tudom, egy ilyen egy sapka a szemükről. Egy szemkötő, hívjuk így. Szemkötő, igen, és látnak, és meglátják az utat. Ez kicsit olyan, mint amikor látsz egy ilyen ködös tájat, de ha már belelépsz a ködbe, akkor rajzolódik ki az út előtted, ha kívül állsz, ugye, akkor csak azt látod, hogy nagy. Ha félsz, akkor benne maradsz. Igen. Kell bátorság, kell erő, és kell valamiféle belső motiváció ahhoz, hogy ki akarjunk kerülni ebből igen, a fajta igen. állapotból. Én ezt szeretném megadni a kliensemnek, hogy ne féljenek a változástól, mert ugye sokakat nem csak az anyagi vagy a gyerek, hanem mondjuk ki a kényelem és a változástól való félelem. Hogy a legnagyobb félelmünk az a változás, hogy nem rettegünk a változástól, holott a változás az új lehetősége, tehát a változás a jobbra, a sokkal jobbra, a félelem az egy pont nem alkalmas arra, hogy akkor valami teremtő erő működésbe tudjon lépni bennünk. De beszélgettünk eddig arról, hogy mi van akkor, hogyha a párkapcsolatban létezik ez a narcisztikus. De mi van akkor, hogyha a szülő a narcisztikus? Abból hogyan tudok kikavarodni, hiszen van egy szülő-gyermek kapcsolat, igen. ami ugye arra is apostrofál engem, hogy tartsam és segítsem, hogyha majd eljön az a kor, amikor már nekem kell segíteni a szülőt. Tehát hogyan tud ebből egy gyerek kikavarodni, vagy igen. hogyan tudja akkor a szülőt? Mondtad, hogy nem lehet, de hogy mégis ugyan lehetok egy picit változtatni ezen a fajta állapoton, mert ez egy örök kötelék, a szülő-gyermek közötti kötelék, ez nem egy párkapcsolat, ez marad. Bár sokan hirdetik, általában marad. Igen, sokan hirdetik, hogy szakítsd meg a kapcsolatot, ugye a mérgező szülő. A Benki György is azt mondja, hogy ha jól emlékszem, amit olvastam a soraiban, hogy azt is meg kell tudni szakítani. Meg kell tudni szakítani. Én nem vagyok ennek a híve, én azt gondolom, hogy ha egy mesterségesen megszakítom, mert ez egy mesterséges megszakítás, hát egy szülő-gyerek kapcsolatnak sosincs vége. Pontosan. Az mégiscsak egy energia, az mégiscsak egyfajta függésben tart. Egyébként Susan Forwell, aki ugye a Mérgező szülők című könyvet is írta, ő is ezt vallja, hogy se a kapcsolat megszakítás, se az úgy csinálunk, mintha semmi nem lett volna, egyik sem megoldás, mert mind a kettő továbbra is függésben tart a szülőtől. Sokkal inkább tartom jónak egyébként az ilyen típusú szülőknek akár levél, vagy akár személyes formában elmondani azt, hogy én hogy éltem meg a gyerekkoromat, és hogy éreztem, és kérlek, fogadd el. Sokszor ez azért írásban történik meg, mert azért a narcisztikus szülő, micsoda, mit beszélsz, apád emiatt fog kórházba kerülni, te nekünk itt ilyeneket mondogatsz, meg hazudsz, meg nem úgy volt, erre mondjuk nincs szükségünk. És akkor, hogy azt mondjuk, mondjuk a révészként itt közreműködj, és segíts, hogy ez le tudjon zajolni minél inkább gördülékenyen, fájdalom nélkül, és hogy megértéssel, abban tudsz nekik segíteni? Tudok segíteni, meg ennek a levélnek a megfogalmazásában, a hangvételen nagyon fontos a levélnek, hogy kérlek, fogadd el, hogy én ezt is ezt így éltem meg, és így éreztem. Cserébe viszont én is a klienst arra szólítom fel, hogy fogadja el, hogyha a szülő úgy reagál, hogy te hazug, de
Ez mind benne van a pakliban, ez mind benne van abban, hogy narcisztikus. De megtörténik a leválás, megtörténik az elfogadás, hogy akkor is, hogy gyerekkoromban a szülőm ennyire volt képes, de most már nem gyerek vagyok, most már felnőtt vagyok, és nem kell ezt elviselnem, de az, hogy ez ne történjen meg ennek az elmondása a szülő felé, az egy örök seb, egy örök rossz kötelék a szülővel. Nagyon sok jó példám van erre is, hogy narcisztikus, mérgező szülők, azért ezek már ugye általában ilyen idősebb 70-80 körüli szülőkről beszélünk, mert általában ilyen 30-40, amikor a gyermek rájön, hogy... És vannak nagy felismerések azért, vannak. Ahol meg nincs, akkor is hatalmas kő esik le a kliensek szívéről, hogy legalább tudja a szülő, hogy én azt hogy éltem meg, mert soha nem mertem neki elmondani. És ugye, hogyha van egy gyermek, aki egy narcisztikus szülői kapcsolatból jön, az vajon a saját gyermekének milyen példát tud mutatni? Aztán mondtad azt, hogy akkor az apai-anyai példák, vagy ha mondjuk narcisztikus volt az apuka, akkor a gyermekben hamarabb elő tud ezt kerülni, hogy a fiú gyermekről van hogy szó, de hogy akkor hogyan lehet az, mondjuk egy egészséges saját családja jön annak, aki egy narcisztikus szülő-gyermek kapcsolatból érkezik. Hát nagyon nehéz helyzete van, tehát én javasolnám egyébként amúgy is, ha úgymond egészséges és boldog gyermekkorral rendelkezünk, hogy mielőtt gyereket vállaljunk, önismereti, bármilyen, akár egy pszichodráma csoport, vagy tényleg egy önismereti terápia, nagyon fontos elmenni, és készen, úgy, ahogy készülünk a terhességre, hogy egészségesek legyünk, ugyanígy kell a mentális egészségünkre. Ezt megszokták ezt így, vagy elhangzott ez ma már bárhol is ebben a mai világban, hogy lelkileg is fel kell készülni az apaságra, az anyaságra, hiszen ez olyan álszenten hangzik tőlem, mert hogy nekem nincs gyermekem, és mindig törekedtem arra, hogy ne legyen, és elmondom, hogy ha szabad, persze, mert én azt persze gondolom, hogy egy jó riporter az nem magáról beszél, hanem akkor nyilván azt kérdezi, akire kíváncsi, és azért, hogy tudjuk, hogy te mondtad a saját gondolataidat. Én nem éreztem magam késznek arra, tehát nem, mindig rettegtem attól, hogy vajon milyen édesanya lennék. Aha. Nyilván nagyon jó nőgyógyász, hogy Katalin, higgy el, ezerszer rosszabb anyákat is láttunk. Már aztán majd az úgy kialakul. Igen. Nyilván azt mondom, hogy a gyermekkel együtt megszületik az a bizonyos szülő, anyuka, apuka is. Én nem éreztem magamban ennyi késztetést, illetve én sokkal jobban féltem, megint ne kövezzenek meg érte, a kutyámat. Tehát, hogyha a kutyust annyira tudom félteni, igen, hogy szinte betegesen, igen, akkor én megbolondulnék, hogyha a gyermekemmel valami történik. Igen. Ez egyfajta önvédekezés és a világgal szemben, a gyermekkel, és igen, azt gondolom, hogy szeretném így hinni, hogy akkor valóban ez önmagamhoz képest, önmagamnak való tekintettel, de egy olyan döntést hoztam, amit merek vállalni. Igen, hát ez a hiteles élet, amit te élsz. Ugye nagyon sokan így gondolkodnak, de nem merik ezt vállalni, még saját maguk előtt sem vállalják, föl nem, hogy a társadalom vagy a szüleikkel, és inkább megszülik azt az 1-2-3 gyereket, és lesznek ugye aztán a pszichológusok számára kitermeli a jövendő klienseit, tehát nagyon jót kérdezel, nagyon fontos lenne önismeretben mentálisan fölkészülni a gyerek áldásra. De ha belegondolunk, amikor örökbefogadó szülők gyereket, nekik van egy képzés. Hogy egy nagyon komoly és egy nagyon több évig tartó képzés, átvilágítás, mindenféle dolgot, igen, megnéznek, ellenőriznek, pontosan, ugye nyilván a lelki részét is, és van, akkor fogadhat örökbe, hogyha valóban akar, ő erre készen áll, és az is nagyon szigorúan, meg van kötve, hogy hány éves gyermeket lehet örökbefogadni. Bizony, ugye az lenne a fontos, én azt gondolom, hogyha valaki egy gyermek már bekerül ebbe a bizonyos rendszerbe, akkor minél hamarabb szerető szülőhöz tudja jutni. Nyilván vannak ellenőrzések, nyilván van lehetőség az átjárásra, de amiket hallunk a gyermekotthonokról, azért mégiscsak jobb. Így van, így van. És közben meg mellette szülőként teherbes, és már is szülő vagy. Egyébként visszatérve még arra mondatodra, hogy ugye a szülő ágyon megszületik az édesanyja is. Nem. És azért, mert hogy ezt gondoljuk, ez egy elvárássá fokozódott már a mai világunkban, és akkor a szegény édesanyja, aki nem érzem magam anyának, tegnap szültem, ki ez a gyerek itt mellettem, biztos, hogy az enyém, szégyen fog van ilyen, hozzá, hogy előfordulhat ilyen is, hogy akkor nem születik meg az édesanyja, nem érzi azt, hogy most ő az a gyermek, ez kötődik, szereti. Persze, időre van szüksége. Vagy az édesapa az rendben van, hiszen akkor neki valóban meg kell nőnie, föl kell nőnie ehhez a feladathoz. Én azt szoktam volt mondani, hogy nem lehet
senkit akarata ellenére édesapává tenni, mert az az ő döntése, és így az van. Egy baromira becstelen dolog, hogyha egy nő ezzel visszaél egy férfival szemben, de ugyanakkor viszont meg kell értenünk nőként, hogy az apuka az egy kialakuló érzelmi kötelék, jó, hogyha megvan az első ölelésnél, de időt kell adni olykor, hogy ez ki tudjon alakulni. Igen. Mondom úgy, hogy nincs gyerekem, újra elmondom. Igen, nagyon jókat mondasz, és igazából tényleg az édesanyja sem feltétlenül a szülő ágyon születik meg a gyermekkel egy időben. Van ilyen, persze, van, aki már, amikor a terhes tesztet megcsinálja, már abban a pillanatban édesanyaként működik, de nem mindenki, és nekik nagyon-nagyon nehéz, hogy úgy kell csinálniuk, mintha. És ez rettenetesen nagy terhet ró. Ugye ez a gyermekre is gondolom, hosszú távon óriási nagy problémákat tud előidézni, akár ez a volt a narcisztikus viselkedési zavar problémát ide-oda. Pontosan, hogy eljátszom. Van ebből kiút, van ebből kiárat? Mert amit szakemberként, coachként tudsz tanácsolni? Hogy válasszunk olyan párt, aki mellett felvállalhatjuk azt is, hogyha éppen nem érezzük anyának magunkat. Válasszunk olyan párt, aki minket támogat. De a szerelem, akkor meg kell várni azt, amíg a szerelemből az első lángolásban, amikor minden jó, minden szép, amikor megérik ez a kapcsolat arra, hogy valóban akkor merjek vállalni akár egy új életet közösen? Igen, mondják a szerelemre, hogy általában ilyen agyhullámokat is bemértek, hogy a szerelmesek agyhullámok, meg az őrültek, és hogy valahol nagyon hasonló. De várjál, én úgy is tudom ezt a mondást, és én ebben szeretnék hinni, úgyhogy kérlek, ne törd le az illúziómat, hogy a szerelmi állapot ez egy olyan fölfokozott állapot, ami kell az alkotáshoz is. Igen. Tehát, hogy ez egy jó dolog tud lenni ez a fajta, és én alkotó embernek tartom olykor magam, hogy nekem kell ez a fajta töltődés, amikor érzem azt, hogy ez most jó, ez most megvan, elkaptam a fonalat, és ebből valami jó fog születni. Igen, de azért, amikor családalapítás vagy gyermekvállás előtt állunk, akkor azért jó, ha józanul látjuk a partnerünket, persze legyen még ott az a kis lila köd, de attól függetlenül, hogy az értékrend... Az fontos, tehát az áldott állapot, amikor én szeretem, ő szeret, egyformán szeretjük, ugyanakkor ugyanott és egymást, az egy áldás, én azt gondolom, és hogyha van egy ilyen kapcsolatunk, akkor azt meg kell tudni élni, és meg kell tudni tartani. Meg kell tudni tartani, bár hosszan nem fenntartható állapot. Hát igen, sajnos az emberek állítólag ugye nem arra vagyunk. Igen. Nem is tudom, hogy mondjam, mert a jó, tehát a mi emberek nem arra vagyunk behúzalozva, vagy nem arra vagyunk beprogramozva, hogy valóban akkor egy nő, egy férfi leírja egymásra az életét, mert a régen ugye kötelező volt, pontosan, ma már azért erre pontosan van lehetőség, és nem szabad erőltetni sem ezt a fajta, ha elmúlt, akkor kell tudni elengedni a másikat. Azért, ha belegondolunk, hogy ez a régen, ez mikor volt, ugye akkor azért nem hiszem, hogy emberek átlag életkora olyan magas volt, mint ez még a 90-es években is így volt, én azt gondolom. Mondták. Tehát ugye ráadásul falun vagy vidéken szigorúan tilos volt a válás, és nem is fogadták. Igen. Tehát kilőtte magából az a mikrotársadalom, hogyha valaki mondjuk szeretett volna egy ilyen újító lépést megtenni. Igen. És hát ezzel nagyon sokakat ugye nagyon rossz, tényleg sokszor ugye bántalmazó kapcsolatban tartotta végül is maga a közösség. Azzal a szándékkal, hogy ők jót akarnak, és csak azt akarják, hogy én magam is váltam 3 gyerkőccel, és akkor emlékszem, hogy igen, pedig nagyon kicsik voltak, 6-3 és 7 évesek, tehát így kis, mint az orgonosítok. Nagyon kemény lehetett azért az első időszak, de meg volt az okod arra, miért ezt meg kellett, hogy érjed. És akkor egy anyuka az óvodában megkérdezte, hogy hát Krista, legalább a gyerekek miatt maradjatok együtt. Életem nagy mondata, a gyerekek miatt válok el. Tehát, hogy ugye ez mutatja azt, hogy nem minden ható egy házasság, igen, vagy nem minden hát ható mi a nézőpont, hogyha tudsz annyira tisztán látni, okosan, értelmesen, hogy fel tudod menni, hogy önmagad miatt nyilván, de a gyerekek miatt is meg így kell van, tenni ezt a lépést. És sokszor szemben menni a társadalom ilyen mindenféle ilyen hierarchiákkal, hogy de nem, mert hogy én vagyok, és nekem fontos vagyok önmagam, és meg a gyermekeim így is. Van, és nyilván, ha ezt a fajta nézetet képviseled, akkor is, amikor dolgozol, amikor a paciensekkel működsz együtt, hogy a lehető legjobbat akarod nekik megteremteni. Így van, és nem nagyon tudnak nekem olyan élethelyzetet mondani, mert azt mondom, hogy hú, hát ez valóban 3 kisgyerekkel elváltam, nem volt lakásom, tehát, hogy és végigcsináltam, és megcsináltam. Mindent meg lehet csinálni, hogyha az ember látja a célt, hogy mifelé hogyha halad. Hogyha látja azt, bocsássak, nem, ahogy közbeszóltam, hogyha mer segítséget kérni, pontosan, és hogyha megtalálja magának azt a fajta segítőt, akiben bízik annyira, hogy vele együtt akkor közösen, mangóként használva a kócsot, a segítőt, de megmeri lépni azt, ami fontos, az, hogy életben marad.
működjön akár. Így van, nagyon fontos a kémia, tehát mindig ezt mondom, hogy a kliens és segítő között. Érdekes, sose volt olyan kliensem, akivel ne szerettem volna együtt dolgozni. Minden konzultáció, az első konzultáció végén, ugye elején megkérdezem, hogy mit szeretné változtatni, az utolsó kérdés, hogy szeretne velem tovább dolgozni, mert akkor nézzünk ugye egy újabb időpontot, és lehet nemet mondani, vagy lehet azt mondani, hogy még gondolkodom. De szabad akarat nyilván rendkívül fontos ebben az együttműködésben is. Van. És nem sok kliensem van, tényleg egy kezemben meg tudom számolni, akik visszakérdeztek, hogy és te szeretnél velem dolgozni? És pedig így kerek a történet, ugye? Igen, így kerek a történet, és sose felejtem, hogy az egyetemen az egyik tanárunk mondta, hogy meglátják, majd azok a kliensek fogják megtalálni, akiknek meg kell találni. Hú, mondom, mi ez? Beiratkoztam a spirituális szakra, vagy mi ez? Holisztikus látásmód, minden szép igen, és majd kerek, megtalálja és a hitereje. Uh-huh. És tényleg így van, hogy soha nem volt olyan kliensem, aki úgy voltam, hogy úristen, remélem, többet nem jön. És hogyan működik? Tehát a kliensek ajánlják egymásnak a coachot, hogy akkor oda menjél, mert az jó, és ez annyira bizalmi dolog, hogy ezt erről nem is szívesen, tehát Magyarországon azért pszichológushoz sem szívesen megyünk, pszichiátrán meg akkor járj, bocs, de hülye vagyok, és hogy vett ez a kis mosolygó kényszerzubban, hogy a coachról merünk beszélni baráti körben egymásra, ez igen, fajta, az már picit divat. Az trendi dolog. Az trendi. Hát az jó, igen, az jó neked. Az jó, így van. És én ugye mellette még mentálhigiénész szakember is vagyok, és a kettőt együtt nagyon-nagyon jól tudom ötvözni. Sokan jönnek a videó, tehát azért is nagyon fontos, hogy mai világban már tényleg videóban megmutathatod magad. Nem az van, hogy van rólad egy leírás, vagy egy újsághirdetés, vagy egy Facebook poszt, és akkor... Én azt gondolom, hogy ilyen területen, hogyha valakinek hirdetnie kell magát erőszakosan, tehát ilyen marketinges eszközökkel, az furcsa, ugye, az egy kicsit furcsa. Igen, nekem is olyan. Inkább gyere hozzám a kódkat, most akkor beszélgessünk tovább, mert azt gondolom, hogy a bántalmazó kapcsolatról, ami nem a narcisztikus, ami effektív, amikor már tetlegességről van szó, és sokszor abban is benne maradnak valamiért az emberek. Igen. Beszélgessünk erről legközelebb, mi a véleményed. Jó, nagyon szívesen jó, jövök. Akkor hölgyeim és uraim, innen folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál, Krisztina. Nagyon-nagyon értékes, és én azt gondolom, hogy nagyon sokatnak tudunk ezzel a beszélgetéssel is segíteni. Én is abban reménykedek, ezért jöttem. Lin mindennapjait a Csángó és Rinaldi ékszerei varázsolják ragyogóvá. Lin stílusosan könnyed eleganciájáról a Pataki Lívia nevével fémjelzett Look Exclusive Fashion Showroom gondoskodik. Az Értékteremtők Podcast és az egészségtudatos életmód elkötelezett támogatója az EF5 energiaital.